Már nem sokáig állnak az állványok a Tiszaszent Miklósi Szent József templom falánál. Az elmúlt hónapokban teljesen megújult az épület külseje, a felújításban a helyi önkormányzat mellett jelentős szerepe volt a nemrég tragikus körülmények között elhunyt Fischer János plébánosnak is. 11 év után úgy tűnik, hogy befejeződik egy nagy munkálat, hogy a Padé római katolikus templom után a Tiszaszent Miklósi Szent József templom is meg fog újulni, és folytatjuk ezeket a beruházásokat, elsősorban az egyházak terén. Jövünk át Csókára, a közbeszerzés vége felé járunk, tehát több mint 6,2 millió dinár értékben lesz a kerítés a Csókai Szentháromság plébánia kerítésének a felújítása, vagy jobban mondva az eredeti állapotába való visszahelyezés, és számunkra ezek nagyon fontos beruházások, amikor az egyházi közösség, a magyarság szempontjába is nézve, és elsősorban a hívők és a templom múltjára, ami több mint 200 éves visszatekintve, nagyon fontos dolgok. A Csókai templomon több felújítást is végeztek az elmúlt időszakban. A belterén még folynak a munkálatok, azonban egyre sürgetőbbé vált a kerítés felújítása, illetve a talajszabályozás, mondta el Hajdu Sándor, csókai plébános. A helyi katolikus közösség aktívan kiveszi a részét az egyházközség életéből. A legfrissebb, amire most készülünk, az a kerítés, az út és a templom közötti kerítés. Hát ez a látványossághoz sokban hozzájárul, és a másik dolog pedig, amitől félek, egy ilyen földcsúszamlást fog meggátolni, ami a templom melletti talajt esetleg megmozgathat. Vagy úgy áll, hogy megmozgatja, igen. A község egészségügyi szolgáltatásaiban is nagyszabású fejlesztést hajtanak végre az elkövetkezendő időszakban. Hamarosan egy új 5,2 millió dináros ultrahang berendezés érkezik a Csókai Egészségházba, és az intézmény főépületén is teljes körű felújítást tervez az igazgató. Utazók nem számos ginekológiai utazók, univerzális, illetve célú obstinu, Iván obstine Csóka, bez lokalne samouprave, njihove, znači podrške i svih građana, ne bi uspeo dom zdravlja u tome. Planovi u narednih godina, pošto je mandat u Čajetu, ima mnogo planova, sljedeći plan je renoviranje centralne zgrade, znači to je zgrada opšte prakse i hitne službe, kao i rengen aparata, veliku podršku lokalne samouprave, kao i pokrajine. A Csókai Egészségház gyógyszertárának tetemes adósságát is a nyár folyamán vállalta át a község.